Lassan újabb nehéz évvel leszünk túl, és bár voltak örömteli pillanatok, sajnos a világban az értelmetlen háborúk nem zárultak le, hanem folytatódtak, vagy éppen sokasodtak. 2023-ban sem zárult le az orosz-ukrán háború. Bár az ukránok elindították az ellentámadást, érdemi sikerrel azonban nem jártak, ez az év végére kiderült. Ami ennél fontosabb, az oroszok sem, így tulajdonképpen tavaszig biztosan patthelyzet alakult ki. Politikusként nem az az elsődleges feladatom, hogy a háború egyes katonai lépéseit elemezzem, ezért igazából arról szeretnék beszélni, hogy mi mit tehetünk most. Egyrészt továbbra is egységet kellene mutatni az orosz agresszióval szemben. Nincs kibeszélés, nincs relativizálása a háborús bűnöknek, nincs üzlet az oroszokkal. Ebből a magyar kormány az idei évben sem teljesített semmit. A barátság érdemrenddel kitüntetett Szijjártó Péter idén is számtalanszor járt Moszkvában, vagy parolázott a Kreml embereivel. Simán elengedték, hogy 56 hősöit fasisztának nevezzék az orosz állami tévében. A miniszterelnök pedig nem volt hajlandó kimondani Putyin jelenlétében, még az sem, hogy ez egy háború. A sort sajnos napestig lehetne folytatni. Ráadásul a magyar kormány még mindig esztelen módon ragaszkodik az orosz fosszilis energiához, ezáltal továbbra is finanszírozza Putyin gyalázatos agresszióját. Szögezzük le az idén is. Magyarország számára geopolitikai tragédia, ha ez a háború az oroszok győzelmével ér véget. Aki ennek drukkol, az Magyarország és a kárpátaljai magyarság nemzeti érdekei ellen csinál politikát. 2023-ban egy másik sajnálatos háború is kirobbant. A Hamas brutális és undorító terrorcselekménye után kitört a legújabb gázai háború. Izraelt megtámadták, ezért joga van az önvédelemhez, természetesen a nemzetközi és humanitárius jog tiszteletben tartása mellett, ez tény. Azt vallom, hogy a zenei fesztiválon lemészárolt izraeli fiatal és a palesztin kórházban szanaszét bombázott gyerek is a jelenlegi konfliktus értelmetlen áldozata, aminek az igazi felelőseit katari luxus apartmanokban kell keresni. Mi az LMP-ben azt várjuk a nemzetközi közösség releváns szereplőitől, különösen azon regionális hatalmaktól, akiknek ráhatása van az események alakulására, hogy a háború eszkalációja helyett annak lezárásában legyenek érdekeltek. A hosszú távú békéhez pedig érdemi lépéseket kellene tenni a két állami megoldás felé. A magyar kormány helyesen elítélte a Hamas terrorcselekményét és kiállt Izrael mellett. Arról beszélnek, hogy nem ugyanakkora a megtámadó és a megtámadott felelőssége. Teljes mértékben egyetértünk. Ezt a magatartást várnánk el Ukrajna vonatkozásában is. Történtek azért örvendetes dolgok is a világban. Az hagyján, hogy markáns zöld képviselet lesz az új spanyol kormányban, de Lengyelországban hosszú idő után leváltották a Jog és Igazságosság pártját, a magyar kormány fontos szövetségesét. Mi zöldek pedig nagyon örülünk, hogy a lengyel zöldek is benne lesznek az új kormánykoalícióban. Mindazonáltal a magyar nemzeti érdek szempontjából azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a regionális együttműködés a Visegrádi Szövetség ne essen szét. Ezt várjuk az új lengyel és a jelenlegi magyar kormánytól is. Bár utóbbival kapcsolatban nincsenek illúzióink. Szerintünk, zöldek szerint ki kell tudni azt mondani, hogy Magyarország geopolitikai stratégiai szempontjából a saját régiónkba bír elsődleges szövetségképző erővel. Másképpen fogalmazva, Magyarország valódi szövetségesei nem nyugaton vannak, hanem a régióban. Ezért is ellentétes a magyar nemzeti érdekkel az, hogy az Orbán kormány feláldozza a régiós együttműködést a Kreml pártiság oltárán. A természetes szövetségesünk a saját régiónk, mert a szomszédos országokat zsákmányolják ki ugyanúgy a nyugati nagyvállalatok, amit az EU meghatározó erejét adó magországok kifejezetten támogatnak és üdvözölnek. Hiába tért vissza a hatalomba Robert Fico Szlovákiában, az egykori magyar gyűlölő ugyanolyan gátlástalanul opportunista külpolitikát folytat, mint a magyar kormány. És az a szövetség, amit Orbán Viktor most annak gondol, pillanatok alatt lesz felrúgva, ha a szlovák hatalmi érdek azt kívánja. És ha már gátlástalan opportunizmus, bár idén márciusban a magyar kormány hosszas húzavona után végre megszavazta a finn NATO csatlakozás ratifikálását, a svédekét még mindig húzza. Sokáig azt hittük, hogy ez valami nagyobb orbáni játszma része, de több elszólás alapján kiderült, hogy csak a török szultán akarom mondani a török elnök Erdogan újraválasztására és az ő utasításaira várt a magyar diplomácia. Kétségünk se legyen afelől, hogy az állandóan hangoztatott szuverén külpolitika hazugság. Amikor a török elnök úgy kívánja, akkor a magyar parlament is szavazni fog a svéd NATO csatlakozás jóváhagyásáról. Mi zöldek nagyon reméljük, hogy az orosz-ukrán háború nem egy hosszú időre befagyott konfliktussá válik, hanem valódi béketörekvések kezdődnek. Ez persze nem a Fidesz béketervét jelenti, ami bár pontosan nem tudjuk, hogy micsoda, de az eddigi megnyilvánulásokból úgy tűnik, hogy egy olyan béketerv,
amit a Kremlben találhattak ki. 2024 tavaszán katonai missziót küldünk Csádba. Vagy nem, hiszen az utóbbi napok hírei alapján talán senki sem tudja, mire készül egyáltalán a kormány. Mi zöldek támogatnánk ezt, hiszen Csád a Száhel-övezet egyik legfontosabb, a helyi értelmezési keretben legstabilabb állama, tehát sok szempontból fontos Magyarország és Európa számára, hogy mi történik a térségben, akár a tömeges migráció miatt is. Éppen ezért szeretnénk, hogy a nemzetközi fejlesztési pénzek jobban hasznosuljanak a Száhel-övezetben, illetve a szubszaharai térség szinte valamennyi államában. A katonai misszió tehát szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy a humanitárius fejlesztés hatékonyabb legyen. Ehhez több fejlesztési forrásra és megalapozottabb projektekre van szükség a térségben, mind a magyar kormány, mind az Európai Unió részéről is. Bár Magyarország a Fidesz kormány előtt sem volt a nemzetközi fejlesztések bajnoka, de amit ők műveltek ezen a téren, az egész egyszerűen tragikus. A nemzetközi fejlesztési forrásokat először szinte nullára csökkentették, majd szisztematikusan szétverték az addig még valamennyire működő intézményrendszert. Mára már szinte csak olyanok maradtak, mint a Hungary Helps program, amiből csak a Hungary szó igaz, a segítségnyújtásból fundamentalista, a világ folyamatait, egy képes világatlasz szintjén értő pénzégető program lett. És persze 2024 a fontos választások éve is lesz. Jövőre új európai parlamentet választ Európa lakossága. Biztos vagyok benne, hogy miként 2019-ben úgy ismét kiválóan fognak a zöldek szerepelni Európa szerte. Olyannyira, hogy hazai zöld, LMP-s mandátum is lesz. Az európai parlamenti választások azt is jelentik, hogy új európai bizottságunk is lesz. Mi olyan európai bizottságot várunk, ami elutasítja, hogy Kelet-Közép-Európa maradjon a nyugat összeszerelő üzeme és vegyi hulladéktelepe. Ami elutasítja, hogy a nyugati elektromobilitás kényelmének minden szennyezése a régiónkban landoljon. Mi olyan európai bizottságot várunk, ami ennek oltárán nem olcsó politikai alkukat köt az egyébként hazánknak igenis járó EU-s forrásokról. Ehhez minél több zöld képviselő lesz szükség az európai parlamentben. És izgalmas időszak jön az Egyesült Államokban is. A jövő évi választás nagy kérdése, hogy visszatér-e Donald Trump, vagy maradhat Joe Biden. Amerika tehát választ, mi pedig figyeljük az eseményeket. Orbán Viktorral ellentétben mi nem gondoljuk egyik jelöltről sem, hogy minden létező választások legjobbika. Tehát mozgalmas év lesz, az biztos. Mi zöldek pedig mindenhol ott leszünk, csatlakozz hozzánk!